kedves gyerekek! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Városi Könyvtárban. Sajnos csak így, online, virtuálisan, mert személyesen nem jöhettek be a járványra való tekintettel, de mi könyvtárosok szerettünk volna nektek kedveskedni egy foglalkozással. Andika néni és Éva néni megmutatja nektek, hogy hogyan lehet gyöngyből kokárdát készíteni. Kövessétek őket figyelemmel, és jó munkát kívánok! Ez alapján, a minta alapján fogunk dolgozni, és a cél az lenne, hogy ilyen kokárdák jöjjenek létre a végére, és akkor majd mutatom a lépéseket, hogy hogyan haladunk lépésről lépésre. Jó? Tehát akkor elkezdjük, a drótot azt megfelezzük. És akkor az első lépés, hogy a jobb kezünkben lévő szállal felveszünk egy pirosat, a bal kezünkben lévővel pedig két fehéret. És a szemeket leengedjük. Következő lépés, jobbra felveszünk két pirosat, balra egy zöldet. Ezeket is leengedjük, és amikor ezzel meg vagyunk, akkor jön egy keresztbefűzés, ez az érdekes szál benne. Jobbra felveszünk egy pirosat, és balra két fehéret, és ezt a két szálat szembefűzzük egymással, át kell, hogy menjen rajta a drót mind a két irányban. Ezt, amikor így megvan, akkor lehúzzuk. És akkor folytatjuk tovább. Jobbra két piros, balra egy zöld. És akkor megint keresztbe. Jobbra egy piros, balra két fehér. És ezt is keresztbe húzzuk.
akkor ez volt az utolsó szem, mert 15 zöld szemig haladunk, akkor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. És akkor itt a belső szállal visszamegyünk az első zöldbe, összehúzzuk így a kört. És akkor itt megpróbálunk kimenni a külső ívre. És akkor itt megpróbálunk visszamenni kívül. És akkor itt végig tűzzük a közepéig, a zöldeken keresztül. Ha ez megvan, akkor a másik szállal is visszamegyünk ide a belsőbe, és felhaladunk ide a másik drót mellé. És akkor itt visszamegyünk a belsőbe. És ezt a szállat itt a zöldeken keresztül felhúzzuk ide a másik mellé. Jó. És akkor amikor ezzel megvagyunk, akkor ezt a két szállat összetekerjük. És a maradék drótot azt levágjuk. Na, és akkor készen vagyunk a kokárdával, és akkor lesz hozzá egy biztosítótű, amivel fel lehet majd tenni.
kedves gyerekek, remélem, hogy el tudjátok készíteni ezeket a kokárdákat. Az alapanyagokat a könyvtár hátsó ablakainak ablakpárkányára helyezzük ki, onnan tudjátok elvenni, és abból tudjátok majd megfűzni. Minden hozzávaló és leírás ott lesz, vagy pedig az általános iskola ebédkiosztásánál tudjátok átvenni a hozzávalókat. Mi könyvtárosok nagyon jó munkát kívánunk nektek, és sok sikert! Sziasztok! Sziasztok!